Hi, my name is Tarmogin. Please watch In The Show TV. Visszafogott futballt játszott, de nem ebbe a bajnokságba. Ebbe a bajnokságba sokkal jobb futballt játszott, jó igazolásokat csináltak. Szerintem a középpen nagyon megerősödött a csapat. Abszolút megérdemelten nyertek bajnokságot idén, és egyáltalán nem voltak azok a kritikák nem voltak igazak, amik például az előző szezonban. Ott egy eredményre játszó, visszafogott Győrt láttunk, idén nem ez volt. Fölvállalták a játékot, irányították több mérkőzésen is, a kezükbe tartották. Szerintem egészen jó futballt játszottak. Még abban az időszakban is, amikor az elmúlt hetekben ugye vereségek voltak, váratlan, talán egy picivel gyengébb játék, még ott is volt tartása a csapatnak, ott is együtt volt ez a társaság, és nem lehetett azt mondani, hogy a Győr kipukkadt. A vereségeknél sem. Úgyhogy szerintem úgy összességében ez egy jól sikerült év volt a Győrnek, abszolút megérdemelt bajnoki cím. Megható volt, azt gondolom, Attila fölért ezzel a csapattal a csúcsra, amit most ki lehetett hozni ebből a csapatból, azt ők most kihozták, egyelőre ennyi. Még azért ott van a Magyar Kupa, tehát még überelhetik az ideni teljesítményt is. Hát erre minden az évek legjobb edzője lehet ezzel. Igen, és erre megvan minden szansz. Stescsik hozzászólása is rendkívül emberi volt, és rendkívül szimpatikus. Valóban nagyon csúnya belépő volt, amit Leonardóval szembe csinált, de látszott rajta az az őszinteség, hogy ő ezt megbánta. Pintér Attilából is nyilván ő bármennyire egy ilyen robosztus ember, így ismeri kívülről, azért belül ő egy nagyon is érzékeny valaki. Attilának egyébként van egy nagyon jó tulajdonsága, egyszerűen nem alkuvó, sem a hétköznapokban, sem a mérkőzésen. Egyszerűen van benne egy olyan adottság, 1000 fokon ég mindig, és csak abban tud gondolkodni, hogy lehet megnyerni egy mérkőzést. Ez nagyon jó egyébként.